Tabi László, a négy kísértés. Nagyon rövid előszó. Az itt következő oldalakon egy fiatal lány, név szerint Hircsák Micike feljegyzéseit találja a nyájas olvasó négy megkísértésének történetéről. E páratlanul érdekes dokumentumokat annak idején Micike egy ecélból létrehívott héttagú bizottság gondjaira bízta azzal a kikötéssel, hogy feljegyzéseit a bizottság utolsó életben maradt tagja köteles nyilvánosságra hozni, lehetőleg könyvalakban jól olvasható szedéssel. Mindennek most éppen 40 esztendeje. A sors ritkán kiszámítható szeszélye folytán a bizottság többi hat tagja már nincs életben. Pontosabban részletezve, kettő közülük természetes halállal halt meg, egyet közlekedési baleset ért, egy szerelmi bánatában öngyilkos lett, egyet rablógyilkosságért kivégeztek, a hatodik pedig megbízatásáról közjegyző előtt ünnepélyesen lemondott. Ilyen formán magamra maradván teljesítenem kellett Hircsák Micike kívánságát, s köszönetet mondok a kiadónak, hogy ebben segítségemre volt. T.L. Első kísértés. Istenkém, de gyönyörű szép délután volt. Le kellene fényképezni az ilyen délutánokat valamiképpen, és el kellene tenni a képet a családi albumba, hogy majd a mutogathassa az ember az unokájának. A Hotel Bristol teraszán ültem, egy kissé balra fordulva, hogy szemmel tarthassam vadonatúj piros kis sportkocsimat, amelyet a Petőfi téren állítottam le. Mögöttem egy emelvényen halkan búgott a háromtagú jazz. Egy pincér neztelenül megjelent az asztalom előtt, s letette elém a coupe jacket, amelyet olyannyira imádok. Körülöttem csupa ismerős hemzsegett, Holc vezérigazgató Merényi Máriával a színésznővel ült a szomszédasztalnál, s jól láttam, hogy Holc titokban felém sandít. Máskor talán felháborodok az ilyesmin, de ma jó kedvem volt. Délelőtt ugyanis a golfklubban bridzseltem Haltengrófékkal, és 600 pengőt nyertem. Hát, ha még nagy alapon játszottunk volna... A Bristolban isteni a gyümölcsös fagylalt, Auerbach hercegnő ült mellettem, ő is azt rendelt. Finom biccentéssel üdvözöltem őt. Kedvesen köszönt vissza. Tudom, régi vágya, hogy a fia nő vegyen. Auerbach Niki csinos fiú, de nem mehetek hozzá, ha egyszer gróf Lacfit szeretem. Igaz, hogy Niki, viszont herceg, de a rang igazán nem számít. Ezen a délutánon különösen csinos voltam. Ruhámat Patou kreálta, s repülőgépen hozták Párizsból. Kivételesen a hajam színével is elégedett voltam. Igaz, hogy heti 50 pengőért rendben tarthatják. Lehúnyt szemmel élveztem a pompás fagylaltot, s közben arra gondoltam, hogy este az operába megyek, természetesen díszelőadásra. Imádom Puccinit, és a páholyom remek fekvésű. Megjegyzem, egy kicsikét hazudós vagyok. Autóm nem állt a Petőfi téren, de viszont volt még két kis szakaszom a retikülönben, hogy hazafelé ne kelljen a Franstadtba gyalogmásznom. Nem ettem fagylaltot, hogy ne. Az is elég izgalmat okozott, hogy a fekete, amit rendeltem, 1,20-e még, vagy már 1,50. Nem is igaz, hogy a golfklubban bridzseltem. Nem is tudok bridzselni. 600 pengőt még nem is láttam egyben. Az igaz, hogy a ruha, amit viseltem, párizsi modell volt. De nem az enyém volt, hanem Pipikéjé, aki ott lakott nálunk a házban, és görséggel foglalkozott. Persze nem szabad azt hinni, hogy Pipike ruháit én csak úgy kölcsönkérem.
Szegény vagyok, de jellemem sziklaszilárd. Pipikének sokszor loptam kölcsönbe egy-egy hamis ékszert az üzletből. Én ugyanis kiszolgáló lány vagyok a belvárosban, a Present című bizsuboltban. Hamis gyöngyöket, hamis gyűrűket és műgyürkéket árulunk az arra rászorulóknak. Ja, igaz, sportkocsim sincs. Az operába se szoktam járni. Egyet azonban meg kell vallanom. Azt még magamnak sem tudom megmagyarázni, miért hazudtam azt, hogy a Bristol teraszán ültem. Ugyanis a Medina haljában tartózkodtam, 5 órai teán. Az 5 órai tea a legkedvesebb gyümölcsöm. Szerintem nincsen szebb társadalmi esemény, mint egy 5 órai tea. Egy ilyen 5 órai teán oly szépek az emberek. Mindenki gazdagnak és boldognak látszik. Az elegancia és az előkelőség üli nászát egy ilyen 5 órai teán. Ha rajta múlna, megállítanám az órákat 6 órakor, amikor az 5 órai teák kezdődnek. Megállítanám, hogy mindig 6 óra legyen, és én reggeltől estig nézhessem a halkzenében suhanó szerelmeseket, világi fiakat. Anyám behozná nekem az ebédet, s csak aludni mennék haza. De szép volna. Ám persze ahhoz nekem kevés a pénzem. Mert én szegény vagyok. Ez a olyan öröklékeny szegénység nálunk a családban nemzedékről nemzedékre száll. Úgy őrizzük a szegénységet, mint valami tradíciót. Ültem az előkelő hotel haljában, és elszontyolodva kevergettem a feketémet. Rengeteg okom volt a búbánatra. Először is 1,40 volt a retikülönben összesen, és 2 kis szakasz. Ha a fekete 1,50, szégyen szemre, tantusszal fizethetek a világszállóban, és gyalog mehetek haza egy világvárosban. Rettentő rossz érzés. Milyen más, ha az embernek 2-3 pengője van. Azután az is idegesített, hogy állandóan Müllernére gondoltam, a főnöknőmre. Mi volna, ha betoppanna ide hirtelen? Hiszen délben azzal kérezkedtem el az üzletből, hogy a néném temetésére megyek. Nem tudom elhinné-e, hogy itt a halban temetik a nénémet. Amilyen tamáskodó, aligha. Már többször rajta kapott azon, hogy nem ragaszkodom mindenáron az igazsághoz, s meg is rott ezért, mondván: Micike, micike, nem lesz ennek jó vége. Én azonban akkor még azt hittem, hogy jó vége lesz. Aztán bántott az is, hogy közeledett a 6 óra. Jó anyám ilyenkor mondogatja otthon: Na, mindjárt zárnak a micikéjék. Mire jó atyám előveszi örökké siető zsebóráját, és így szól: Már itthon lehetne a nyavajás, ha még egyszer elcsavarok hát. A többit hagyjuk. Szóval, alig 1/4 órám, szűkre mért 1/4 órám volt még a fizetésre, a nézelődésre, mindenre szörnyű. Körülöttem gondtalan fiatalok táncoltak, vagy ültek, és egymás szemébe bámultak. Csupa vidámság illat volt az egész terem. Mindenki boldog volt. Csak én nem. Mert arra gondoltam, hogy jóságos atyám már vár otthon a kapuban, órával a kezében, s haraggal a szívében. Ő ugyanis erősen katonás természet. Ez még akkor ragadt rá, amikor, mint a császár adjutánsa... Atyám báldogos és szerelő az Orosz utcában. Ez így igaz. Úgynevezett tisztes szülő, Hircsák Mihálynak hívják, s az utca köztiszteli. Nem ok nélkül, mert atyám azon felül, hogy bádogos és szerelő, elismert házmester is. Jó anyám főzi az egész Franzstadtban a legjobb szilvás gombócot. Ez el van ismerve róla. Tehetséges család vagyunk. Hogy magamról szóljak valamit, 17 éves vagyok, de dacolok az idővel, és jól vagyok konzerválva. Nyugodtan állíthatom, hogy tetszetős külsővel áldott meg az ég. Azt hiszem, az igazság lebecsülésére akkor szoktam rá, amikor 2 évvel ezelőtt bekerültem a Presentbe. A családi krónikák szerint addig egészen rendes, becsületes kislány voltam. Jó szüleimnek jó gyermeke, derék tanítóimnak derék növendéke. Viszont 15 éves serdülő koromban kezembe nyomtak egy vakító brilliáns straszt, és azt mondták: Mici, ezt vidd el a kollárművésznőnek, és inkasszáld be érte az 5 pengőt.
Máskor meg azt mondták. Mici, menj el a Brünn méltóságához, és mondd meg, hogy a családi diadémból még egy kő hiányzik. Kérdezd meg, mit parancsol. Üveget tegyünk oda, vagy cserepet? Ez az üzlet, kérem, csupa hazugság volt. Csupa csillogó, színes, bódító hazugság. Hazudott a rengeteg áru. A sárgaréz aranynak tolta fel magát, és brilliánsnak az ablaküveg. Hazudott a bolt, amely gazdagnak hencegte magát, pedig minden darabja hitelbe volt. Hazudott a főnöknő, akit láttam egyszer reggel, ébredés után, fűző nélkül, festék nélkül. Így lettem én is egy kicsikét hazudós. Fiatal korában az ember oly tanulékony. De nem is értem, miért mentegetőzöm én itt azért, mert olykor nem ragaszkodom az igazság teljes feltárásához, hiszen ez olyannyira emberi tulajdonság, s ha nem is emberi, de női. Történettudósok már régen kimutatták, hogy Kleopátra is hazudott Napóleonnak. Hát még Pompadour, Dubarry és a többi francia császárnők, ez egészen természetes. A bakfisból akkor lesz igazi nő, amikor magas sarkú cipőt kezd hordani, sejemharisnyát vásárol, és hazudni kezd. Ám azt ígértem, hogy elbeszélésemben egy szót sem fogok hazudni. Az én történetemet úgy fogom elmondani, ahogyan volt. Nem venném a lelkemre, hogy még írásban is füllencsek. Azt akarom, hogy honunk serdülő lánysága tanuljon a történetemből, s ezért őszinte leszek. Hát, ha sikerül. Hát, folytatom ott, ahol elhagytam a Medina haljában. Mert itt kezdődött az egész. A szívem majd beleszakadt, amikor a mellettem ülő fiatal párt néztem. Úgy ültek a szomszéd asztalnál, hogy a könyökük minden pillanatban összeért, s amikor a lány ledobta válláról a kepjét, úgy hevert köztük a széken, hogy némi jó akarattal akár az enyém is lehetett volna. Micsoda kep volt! Hófehér hermelin, puha, sikkes és előkelő, és micsoda lány! És micsoda fiú! A szemem sarkából figyeltem őket, és bámultam mérhetetlen szerelmüket. És elszomorodott szívvel gondoltam Tiborra. Tibor vésnök, és halálosan szeret engem. Apám és anyám viszont szereti őt, de én nem. Sosem lehet megmagyarázni, hogy miért szeret az ember valakit, hát még azt mennyire nem lehet megmagyarázni, hogy miért nem szeret az ember valakit. Pedig Tibor úgynevezett rendes fiú, jóra való fiatalember, és heti 40-et keres. Atyám szerint kész karrier, ha 1-2 év múlva hozzámegyek Tiborhoz. Titokban már meg is ígérte Tibornak, hogy beveszi őt a házmesterségbe. De én még nem tudom rászánni magamat. Én ugyanis jobbadán csak a hősi férfiakat tudom becsülni. Mit értek ez alatt? Legyen autója annak a fiúnak, vagy reggelenként lovagoljon ki, párbajozzon! Foglalkozására nézve legyen sebész, vagy oroszlánvadász, vagy államtitkár a városnál. Külsejére nézve legyen olyan magas, mint Gary Cooper, legyen izmos és rettenthetetlen. Az ilyen férfiúnak szívesen adnám oda a kezemet. De Tibornak? Tibor alig magasabb, mint én vagyok. Olyan semmit mondó arca van, hogyha az ember ránéz, azon töpreng. Hol látta már ezt az arcot? És végtelenül unalmas. A családi lapok előfizetője, s mindig onnan mesél anekdotákat. Én a magam részéről utálom az anekdotákat, de végig kell hallgatnom, sőt, nevetnem is kell, mert atyám megfenyít, ha ezt elmulasztom. Szomorú állapot. Azt hiszem, atyám azért akar hozzáadni, hogy legyen, aki kaput nyit.
mert atyám 20 éve házmester, és már nagyon unja, hogy folyton felcsengetik, ha elalszik. Úgy tervezi a dolgot, hogy Tibor meg én ott lakunk majd a földszinten. Tibor fog kaput nyitni, és övé lesz a kapupénz apanásként. Tibornak határozottan van kedve a dologhoz. Sokszor beszél róla, milyen izgalmas elfoglaltság a házmesterség. Én azonban képtelen volnék házas életet élni valakivel, akit folyton kicsengetnek. Ki győzni ezt idegekkel? Sajnos Tibor már kiszámolta, hogy havi 180-ból milyen nagyszerűen fogunk élni. Úgy tervezi, hogy ami a kapupénzből befolyik, azt félretesszük. Látja, hogy szüleim az ő pártján vannak. Bizonyosra veszi, hogy a neje leszek. Erre gondoltam, miközben a szomszéd asztalnál ülő párt nézegettem. Ők még nem néztek sem erre, csak egymás szemébe. Később felkeltek, és táncolni mentek. Követtem szememmel suhanó figurájukat. Aztán a bejárati függöny előtt megtorpant a tekintetem. Megjelent a színen ő, a hősi férfiú. Nem autón jött, nem is lovon, de azonnal láttam, hogy ő az, akiért élni érdemes. Szép volt, mint Boyer, és elegáns, mint a windsori herceg. Érdekes, mint Gable, és erős, mint Weissmüller. Tökéletes volt. Tiborra emlékeztetett, hogy milyen más, mint Tibor. Ha egy ilyen nagyszerű férfiú belép valahová, egyszerre megtelik vele a szoba, terem, vagy akár a szállodahall is. Az ilyen hősi férfiú ellentmondás nem tűrő megjelenése folytán magára vonza a jelenlévők tekintetét. Ilyenkor a nők titokban felsóhajtanak, és a vőlegényükre, férjükre gondolnak, aki annyira más. Amint az említett férfiú belépett a hallba, úgy éreztem, mintha egyenesen az életembe lépett volna bele. Biztos, hogy a sorskönyvében nekem szánta őt a teremtő. Megállt egy pillanatra a hall bejáratánál, aztán megkerülve a táncolókat, egyenesen a mellettem lévő asztalhoz ment. Leült. Ezt furcsálottam egy kicsit, hiszen láthatta a kávéscsészékről, hogy foglalt. Rá is szóltam. Az foglalt, mondtam. Meghajolt és mosolygott. Pardon, akkor talán itt. És már le is ült a mellettem lévő székre. Feketét kért, és egy hajtásra itta le az egészet. Milyen férfias! Tibor szürcsölte volna. Nem táncol? Fordult oda hozzám. Amikor pedig elképedésemet látta, sietve így folytatta. Kérem, ne értsen félre, nem akarok tolakodni, de olyan szomorúan ül itt egyedül. Ezer csodálója is lehetne ebben a teremben, millió táncosa, és mégis. A magatartózkodása a példamutató. Kedves fiú! Nem, köszönöm! Rebegtem. Csak percek óta vagyok egymagamban. Eddig két gróf is ült az asztalomnál. A Halten Frédi meg a Lacfi Tivi. De elküldtem őket. Ne mondja! Maga ismeri gróf Halten Frédit? Legjobb barátom. Hát, már hazajött külföldről? Azt nem tudom. Én csak azt mondtam, hogy itt ült az imént. Mi a véleménye Frédiről? A legjobb. Úriember. Persze sokat mesélt Párizsról. Hagyjuk már ezt a témát, gondoltam. Nem lehet ennek jó vége? Az órára néztem, és ilyetten kiáltottam fel. Jesszusom, 7:15 múlt, mennem kell. Már is? Igen. Fogadás lesz ma este otthon a villában, s megígértem atyámnak, a bárónak, hogy pontos leszek. Tudja, a báró hatháziak mindig ragaszkodnak a pontossághoz. Családi erény. Egyik ősöm annak idején 5 perccel lekéste a keresztes háborút. Azonnal a kardjába dőlt. Címerünkben azóta van egy kard és egy óra. Hatással voltam rá. Ez szerénytelenség nélkül mondhatom. Néhányat krákogott, amíg végre szóhoz jutott. Ön tehát... Ön a hatházi baronesz? Kihúztam magam. Miért? Mit gondol, kivel van dolga? Azért, mert itt ülök ebben a belvárosi hallban? Néha szeretem az egyszerűbb helyeket.
Nem akartam bántani, hát szelidebb hangon folytattam. Talán még nem hallott rólam, báró hatházi Mici, hiszen tudja. Miután azonban magam sem tudtam, hogy mit kellene szegénynek tudnia, hát inkább a fizetőt hívtam. Majd én, mondta, de mereven, bár fájdalommal visszautasítottam. Hogy képzeli? Rebegtem és leszurkoltam az 1.20-at. Hála Istennek, nem emelték fekete árát. A zene éppen véget ért. Felálltunk. A karját nyújtotta. Megengedi? Megengedtem. Úgy vonultunk ki a teremből, mint valamelyik operetben Lohengrin meg a hattyú. A hotel kapujában kés csókra nyújtottam a kezemet. Láttam, hogy megbámulja a gyűrümet, amelyet erre a délutánra loptam kölcsön az üzletből. Családi vacak, vetettem oda hanyagul, alig néhány uncia, azaz, hogy karát, de ilyenkor délután megteszi. Már elválunk? Kérdezte megható kétségbeeséssel. Elkésem, feleltem, de meg a kocsim is... Mondja a sofőrjének, hogy még dolga van valahol, aztán sétálunk egy kicsit. Most már mindegy volt. Atyám a kapuban az órával. Találomra oda mentem az egyik autóhoz. Megkérdeztem a sofőrtől, fel tud-e váltani egy 100 pengőst. Szerencsére nem tudott. Megköszöntem, ő udvariasan szalutált. Utasításokat adtam, közöltem a fiúval, és megindultunk. Amikor látta, hogy az Üllői út felé megyek, csodálkozott. Nem a Bajza utcában van a hatházi palota? Vagy két palotájuk van? Persze. De ha már elkésem a ma esti fogadást, akkor legalább elintézek egyet smást. Itt nem messze a Ferencvárosban van néhány keresztfia az apámnak. Minden hónapban meglátogatom őket. Ez olyan jótékony dolog. Milyen szép magától. Maga igazi honlány. Én is azt hiszem. Egy-két percig szótlanul mentünk egymás mellett, aztán így szólt. Meglehetősen hűvösödik. Jó volna, ha magára venné a kepjét. Szent ég! Mit beszél ez? Riadtan néztem oda. Ott tartott a karján a hófehér hermelint. Szent Isten, elhozta a szomszédnőm kepjét. Mit tehettem? Magamra vettem. Jó 10 percig mentünk együtt. Nem tudom merre, és nem tudom miért. Szakadatlanul beszélt, mosolyogva és kedvesen. Azt mondta, hogy Miklós a keresztneve, meg azt, hogy én milyen bájos jelenség vagyok, igazi baronesz. Ennyit megjegyeztem. Közben pedig állandóan rémképeket láttam, hogy 100 detektív nyomoz az eltűnt kepp után, stömlöcbe vetnek, ha nálam van. Amikor idáig értem az elképzelésben, kivert a hideg veríték. Már a körútnál jártunk. Hirtelen ötlettel besiettem az egyik kapu alá. Miklós udvariasan várt. Tudta, hogy valami toaletthiba. A férfiak már megszokták az ilyesmit. Áldott legyen a neve annak, aki feltalálta az átjáróházakat, mert ez a ház átjáróház volt, ismertem tanulólánykoromból. Átsiettem az udvaron, és ki a másik kapun. Mellékutcákon igyekeztem hazafelé, és elhatároztam, hogy higgadtan fontolóra veszem a dolgot. Ilyenkor az a legjobb. Az első kérdés, amelyre meg akartam felelni... Loptam én? Erre igazán könnyen felelhettem. Szó sincs arról, hogy loptam volna. Ezt a keppet én ajándékba kaptam. Miklóstól kaptam ajándékba, nyilván azért, mert oly kedves voltam hozzá. Hogy honnan vette Miklós a keppet? Azt egyrészt én nem is tudom, másrészt ahhoz nekem semmi közöm. Lehet ő egy szűcs is, akinek a nyakán maradt ez a szőrme. Hogy orgazda volnék? Nevetséges. Nem adtam a keppért semmit sem.
De az is lehet, ugyebár, hogy a kepp az enyém. Nekem egy kicsit gyenge a memóriám, és nem tudom bizonyosan, hoztam-e magammal otthonról keppet vagy sem. Azt a feltevést, hogy a kepp az enyém, valószínűsíti az a körülmény, hogy Miklós azt mondta. Vegye magára a kepjét. Ha Miklós a más kepjére ilyet mondott volna, akkor Miklós valótlant állított volna. Miklós azonban jellegzetesen úriember. Úriember nem hazudik. Miklós tehát nem hazudik. Tehát a kepp csak ugyanaz enyém. Mindenki beláthatja ezek után, hogy tiszta lelkiismerettel kezdtem azon töprengeni, mit is fogok mondani otthon késésem okául, no meg a kepről. Azt ugyanis, aki nem tiszta lelkiismerettel hazudik, hamarabb utolérik, mint a sánta ebet. Már közel jártam a szülőföldemhez, az Orosz utcához, s még mindig csak annyit tudtam, hogy egy hazugsággal kell elintézni a késést is, meg a keppet is. Atyám különben gyanút fogna, s ő olyan ember, hogyha gyanút fog, azonnal verekszik. Azt, hogy Müllerné zárás után ide-oda küldözgetett, már nem akartam hazudni. Ez hosszú időn át kitűnően bevált, de az utóbbi időben atyám ezen annyira feldühödött, hogy nemrégiben így szólt. Hát mégiscsak disznóság ennyire kihasználni egy fiatal lányt, azért a havi 80-ért. Ha még egyszer túlóráztat, hát fogom a kapukulcsot, felkeresem Müllernét és fejbe verem. Ez nekem roppant zsenás volna. Más kell mondanom hát. Már befordultam az utcánkba, s még mindig haboztam, de egyáltalán nem voltam kétségbeesve. Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a hazugság. Igen, sokszor a kapunk alatt jutott eszembe a mentő ötlet az utolsó pillanatban. Most is ebben bíztam. Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy a hazugsággal nagyon furcsa a helyzet. Korunk társadalma ugyanis egyfelől elítéli és megveti a hazugságot, másrészt rákényszeríti az embert, mert ugyebár, ha én jó szüleimnek elmondom, hogy 5 órai teán voltam, csak épp a szomszédnőmé, akkor engem felpofoznak. Hát nem volnék bolond, ha megmondanám az igazat. Akik el akarják törölni a hazugságot, intézzék el, hogy mindenki azt tehessen, amit akar, és senkit sem lehessen felelősségre vonni semmiért sem. Majd meglátják akkor, hogy senki sem fogja elferdíteni az igazságot. De mindentől eltekintve a hazudozás nagyon szép sport. Fejleszti az ember fantáziáját, elősegíti a leleményességet, határozottságra szoktat és önuralomra. Csupa erény. Igazat mondani nem kunszt. S csak a kényelmes emberek dicsérik az őszinteséget, azok, akik lusták mindenféle áldásos szellemi működésre. Én igazán nem vagyok lusta. Azt hiszem, szerencsém volt, hogy rajtam volt a hermelin. Mert ha nincs rajtam, jó atyám már az ajtóban megpofozott volna, olyan mérges volt. Így azonban az első pillanatban meg sem ismert, s olyan arccal nézett rám, mint azokra az egyénekre, akik oly gyakran kopogtatnak be a házmesterhez, hogy... Itt lakik kérem a házban valami csöböszlei Godofréd. Mire pedig jó atyám látta, hogy tulajdon lányával van dolga, a pofonoknál fontosabb ügynek tartottam megtudakolni, honnan került a vállamra a prém. Ezért hát így kiáltott fel. Mi van rajtad, te taknyos? Anyám is otthon volt persze, stágra nyílt szemmel várta, hogy mit felelek. Én szórakozott pillantást vetettem magamra, s könnyedén azt feleltem. Ja, ez a vacak? Kaptam. Érdekes, hogy az első pillanatban nem hitték el. Legalábbis a tekintetük erre vallott. Kitől kaptad? Mi? Kérdezte atyám, és közelebb jött hozzám, amit mindig rossz előjelnek tartottam. És hol voltál mostanáig? Kérdezte anyám, és ő is közelebb jött hozzám, amit viszont jó előjelnek tartok, mert ő gyakran fékezi atyámat, s szeretem, ha riadókészültségben van. Ledobtam a keppet az asztalra, és belefogtam a mesébe. Hát ez csuda egy história volt. Hallgassatok csak ide. Már megint Müllerné futkostatott? Fel fogom jelenteni azt a... Várjatok az Istenért, mindjárt megtudtok mindent. Úgy történt a dolog, hogy ma ebéd után bedjárt az üzletben Gróf Winterschütz Félixné, hogy néhány csecsebecsét vásároljon a komornájának, aki férjhez megy egy sofőrhöz. Jelzem, ma egy sofőr elég jó parti, mert a gépek korszakában
A Hermelinről beszélj, mert felpofoznak. Ja, igen. Szóval a grófnéma bejött. Tudjátok, hogy én szolgálok ki a csecsebecse osztályon, hát egyenesen hozzám jött, és megkért, hogy mutassak neki fülbevalókat. Másfél órás válogatás után vásárolt egy pár valódi mű ametiszt utánzatot, és elment. Alig telt el egy negyed óra, kétségbe esetten telefonált az üzletbe. Valahol elvesztette egyik fülbevalóját. Nézzünk körül az üzletben, hát ha ott veszett el. Ha esetleg megtaláljuk, küldjük el, megjutalmazza a megtalálót. Leírta, hogy milyen az ékszer, és sírva letette a kagylót. Persze azonnal keresni kezdtük, de láttuk, hogy nem nálunk hagyta el. Mert ha nálunk hagyta volna el, akkor ott kellett volna lenni a linoleum padlót. Én azonban nem törődtem bele ilyen könnyen. Elhatároztam, hogy zárás után még bent maradok az üzletben, s megnézem azokat a dobozokat, amelyeket én tettem eléje. Hát, ha oda esett be valahogyan a grófné fülbevalója, s ott elkeverőzött a sok hamis között. Igen ám, de mit mondjak Müllernének, miért maradok bent zárás után? Hazudni nem akarok, meg nem is tudok. Ha pedig megmondom, hogy a grófné ékszerét keresem, akkor nyakamra küldi a többi lányt is, és osztozhatok a jutalmon. Ezért hát azt mondtam Müllernének, hogy rendet akarok csinálni a bizsuk között, különben is 7-kor dolgom van a közelben, addig legalább eltöltöm az időt. Az üzletkülcsöt pedig beadom a házmesterhez, a szolga onnan kérje reggel. És Müllerné megengedte, hogy egyedül maradj az üzletben? Anyám a nyelvem hegyéről vette el a választ, ő felelt helyettem. Úgy bízik Miciben, mint a tulajdon lányában. Még jobban, tettem hozzá, és folytattam. Hát szóval ez remekül sikerült. Ott maradtam 6 óra után, s képzeljétek, alig keresgélek egy negyed óráig, megtalálom a grófnő fülbevalóját. Persze, azonnal megismertem, már csak onnan is, hogy nem volt párja. Azonnal elrámoltam mindent, bezártam az üzletet, autóbuszra ültem, és elvittem neki. Hol lakik egy ilyen grófné? Kérdezte atyám merő kíváncsiságból, minden akadékoskodás nélkül. A Kelenhegyi úton, feleltem azonnal. Majd mindegy, gondoltam magamban. Valahol csak laknia kell neki, nem igaz? Milyen autóbusz visz oda? Mi ez? Itt kételkednek bennem? Vagy csak aprólékosan akarnak tudni mindent? Lehet, hogy nem hisznek a saját lányuknak? Honnan tudjam én, hogy hányas autóbusz megy a Kelenhegyi útra? Őszintén szólva, nem tudom, hogy hányas autóbuszra ültem, ugyanis az Aponyi téren megkérdeztem egy kalauzt, hogyan juthatok el a Kelenhegyi útra, mire rámutatott az éppen veszteklő kocsira, és azt mondta. Éppen ez az kisasszony, tessék csak beszállni! Hát szóval 3/4 hétre ott voltam a grófnénál. Milyen boldoggá tettem. Sírva borult a nyakamba, s kijelentette, hogy nincs veszve még a föld, ameddig oly becsületes nők vannak, mint én vagyok. Érdeklődött családi körülményeimről is. Persze elmondtam, hogy házmester az apám. Azt mondta, hogy nagyon rokonszenves hivatásnak találja, és egyszer eljön majd meglátogatni bennünket. Mondtam, hogy a kapuzárás után jönne 2 apró csengessen, akkor protekciós gyorsasággal nyit az apám, mint Tibornak. Kérdezte, ki az a Tibor. Mondtam, hogy az a fiú, akihez jó szüleim nől akarnak adni. Kérdezte, szeretem, elmondtam, csak kevésbé, mert nem tetszik. Mondta, akkor ne menjek hozzá, majd ő elvisz engem társaságba, ha akarom. Mondtam, hogy köszönöm a szívességet, de én már mégiscsak hozzám megyek Tiborhoz, ha a szüleimnek ezzel kedvében járhatok. Erre homlokon csókolt, és azt mondta, kisasszony, maga igazi honleány, vajha! Hát így volt. És akkor bevitt az öltözőtermébe, kinyitotta a szekrényt, és így szólt. Most pedig válasszom magának, drágám, valamit innen. Ha akar ruhát, ha akar cipőt, vagy akármit. És én ezt a keppet választottam, amire azt mondta, hogy csak vigyem el, de tudjam meg, hogy ez többet ér, mint a fülbevaló, amit megtaláltam. Hát így volt. És most olyan boldog vagyok. Ugrándozni kezdtem örömömben, amely ugrándozás végleg meggyőzte szüleimet feltétlen őszinteségemről. Atyám megveregette arcomat, s így szólt. Látod, Mici, a becsület és a szorgalom sohasem bosszulja meg magát. Mi igaz, s mennyire igaza volt anyámnak is, aki azonnal felvilágosított némely hasznos dologról, ugyanis azt mondta. Nincs szebb dolog, mint az őszinteség.
De vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen a füllentés. Tibornak, aki mindjárt itt lesz, nem kell megmondani az igazat a kepről. Azt mondjad, hogy valami titkos imádót küldte. Legyen az a fiú féltékeny, és nyilatkozzék végre, mikor óhajtja megkérni a kezedet. És a házban sem kell megmondani, hogy jutalmú kaptad a prémetnet, amilyen áskálódók és hülyék el se hiszik. De a háziaknak azt sem kell mondani, hogy titkos imádótól kaptad, mert amilyen aljasok ezt elhiszik, és mindjárt pletykálnak. A házbelieknek azt kell mondani, hogy örököltet, hadd lássák, hogy vannak a családban dúsgazdag rokonaink is, mert a nyavajások úgy is azt mondják, hogy a házmester nem ember. De a fűszeresnél ne mondd, hogy örököltet, mert akkor egyszerre kérik az egész tartozásunkat. Látod, ott megmondhatod az igazat, hogy grófnétól kaptad. Hogy így megbeszéltünk mindent, megnyugodtam, és kezdtem örülni a kepnek, és főleg annak örültem, hogy vissza sem tudom adni jogos tulajdonosának, sem a hölgynek, sem Miklósnak. De erős hangulatban vacsoráztunk, és vártuk Tibort, hogy kiugrasszuk a bokorból. Én azonban titkon abban reménykedtem, hogy nem fog kiugrani, s ezzel lehetővé teszi, hogy érvényesüljek, és karriert csináljak, mert holnap délután magamra veszem a keppet. Az egyik Váci utcai kirakatüveg előtt megálltam, és szemügyre vettem magamat. Bravo, Pici! Mondtam félhangosan, elismerően bólintva, mert elsőrangúan elegánsnak találtam magamat, és valóban, szinte csodálatos, hogy milyen nagyszerűen öltöztet egy ilyen finom prém. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy még egyszerű kis ruháim bármelyikében is igen csinos nő vagyok. Arcocskám hamvas volt, tehát a púder még csak jobban kidomborítja. Alakom teltkarcsú, ami mostanában oly divatos. Hogy a lábaimról ne is beszéljek. A lábaimmal egymagában karriert csinálhatnék, ha hivatásom, sajna, nem kényszerítene a pult mögé. Ha módomban lesz, amúgy is állást változtatok. A legtöbb bizsúüzletben üvegpultok vannak. Milyen szociális találmány. Mit magyarázzak sokat? Pipike ruhájában, amelyet elfelejtettem visszaadni, és vadonatúj hermelin keppenben valósággal feltűnő látvány voltam. A velem szembe jövő férfiak szemében is láttam a meglepődött csodálkozást. Amint elhaladtak mellettem, a legtöbben hátrafordultak, s akik a hátam mögül bukkantak elő, elhaladva mellettem visszanéztek, és azt gondolták magukban: ez a nő vagy filmszínésznő, vagy angyal. A nők is irigykedve bámultak, ami még jobb jel. Boldogan könyveltem el a tényt, hogy rajtam a belváros szeme. Sosem ismerkedem az utcán, mert a formákra sokat adok. Senki se higgye tehát azt, hogy e célból voltam oly elegáns. Tetszeni akartam, ez tény, s nem bántam volna, ha első látásra belém szeret egy arisztokrata. Oly rokonszenves egy arisztokrata. De egy királyi herceg sem érné el azt, hogy az utcán bemutatkozhasson. Úgy terveztem, hogy az illető arisztokrata, akiben puszta látásom vad szerelmet lobbant, követni fog, s a nyomomban marad. Mögöttem jön egész délután, s amikor hazaérek, bemegy a házmesterhez, hogy megtudakolja, ki vagyok. Akkor aztán ott mindjárt meg is tarthatjuk az eljegyzést. Éppen erre gondoltam, amikor megéreztem, hogy valaki kitartóan a sarkamban van. Egy kis oldalt fordítottam a fejem, és hátra sandítottam. Nem arisztokrata volt az illető, de nagyon rokonszenves fiatalember. Azért, mert egyszerű polgárember még lehet rendes fiú is. Még csak időm sem volt megnézni, amikor már is mellettem termett, és ellentmondás nem tűrő hangon, de nagyon udvariasan így szólt: bocsánatot kérek, a Színházi Kurír fotóriportere vagyok. Ha megengedi, csinálok egy felvételt a Korzó szépei sorozatukba. S azzal már is előkapta apró masináját. Erőtlenül szabadkoztam, de nem tudtam ellenállni.
Benn leszek a színházi kurírban, kedvenc olvasmányomban. Milyen büszke lesz rám a ház és minden lakója, és Müllerné is. Miközben a fotoriporter úr, imádom a fotoriportereket, a felvételt csinálta, mintha csak a föld alól bújt volna elő, ott termett egy másik, alacsonyabb ember. A színházi kurír munkatársa vagyok, mondta, és megemelte a kalapját, majd néhány idegen nyelvű utasítást adott a fényképésznek. Aztán újra hozzám fordult. Bocsánat, nem méltóztatik színésznőnek lenni? Nem, éppen, hogy nem. Bölcsészettant hallgatok az egyetemen. Ezzel a ragyogó exteriőrrel. Kész könnyelműség. Nem is gondolt arra, hogy filmre vagy színpadra kellene mennie? Már sokan mondták, de nem tudom, hogyan kezdjem el. Ó, az végtelenül egyszerű. Ha nincs kifogása ellene, én felfedezem önt. Megjegyzem, én fedeztem fel Bárány Katalint is. Igen? Bizony, maga tehetségesebb, mint ő. Most azonnal elmegyünk Vértesidé színi iskolájába, s a holnap utáni színházi kurírban már benne lesz a fotoriport. Teljes egy oldalon. Nem tudtam ellenállni. Felvitt az éltes színésznőhöz, aki felszólított, adjak elő egy dalt, vagy verset. Elszavaltam a Szomorú vasárnap című balladát, mire magához ölelt, és így szólt. Íme az új Jászai Mari! Az ölte meg Kóbori Elzát? Kérdeztem félénken. Mindenki kacagott. Ragyogó humora van, mondta elismerően Vértesiné. Nem is tudom, ha Mariában. Drámai színésznőt csináljunk-e belőle, vagy komikát? Talán mindkettőt. Bőven van időn, feleltem én. És így is lett. Másfél évig jártam Vértesiné színiiskolájába, amikor a Kamélias Hölgy című vígjátékban végül is színpadra léptem. Én játszottam Desdemónát, a velencei Morleányt. Irtóztató sikerem volt. A nézőtér tombolt, amikor megjelentem a függöny előtt, s hatalmas kosár virágokat dobáltak fel rajongóim. Több szerkesztő be akart jönni az öltözőmbe, hogy interjút csináljanak, de már nem jutottak be, mert öltözőm tele volt a színigazgatókkal, akik versegtek egymással, értem. Végül az Állami Operett Színházhoz szerződtem 100 estére, esténként 500 pengőért. A vizsga előadás után a rajongó tömeg megvárt a kiskapunál. Menekülésszerűen taxiba ültem, de a taxiból kifogták a benzint. Országosan népszerű lettem. Minden héten bent voltam a képeslapokban. Nem sokára udvarolni kezdett egy fiatal olasz herceg, egyébként pilóta kapitány. Isteni férfiú volt, és kastélya volt az egyik rivierai fjordban. Kijelentette, hogy harakirit követel, ha nem leszek a felesége. Hozzámentem, és sikereim teljében ott hagytam a színpadot. Csupán csak egy filmszerepet játszottam még el Hollywoodban. Ebben a filmben Garbo statisztált mellettem, és olyan alakítást nyújtottam, hogy Metro, Goldwyn és Mayer urak személyesen kísértek ki a kikötőbe, és sírva mondogatták, hogy ha bármikor kedvem szottyadna filmezni, csak írjak egy lapot nekik, külön botorcsónakot küldenek értem. Ilyen előzmények után éles csengetés rebbentett fel könnyű szendergésemből. A kája mellett ültem vacsora után, s mert Tibor késett, elaludtam. Most azonban Tibor csengetett. Keserű lett a szájam íze, amikor Tibor beállított. Oly gyönyörűt álmodtam. Karrierről, fotóriporterről, munkatársról. Imádom a munkatársakat, s íme az álom folytatása, Tibor. A szürke és jelentéktelen vésnök, aki mellett télen káposztát, nyáron lecsót főzhetek, amíg csak meg nem halok. Tibor, aki a maga becsületességével garantálja nekem az izgalommentes, halálosan unalmas jövőt, a vasárnap délutáni mozit, fejenként 60-ért az első előadáson, a költségmentes sétákat, érdektelen rokoni látogatásokat és kismosást. A világot jelentő deszkákon volna a helyem, s férjhez megyek Tiborhoz az egy szoba konyhába. Soha! Inkább a halált választom. A Dunába ugrom, vagy mérget veszek be. 10 perces álmom ott a kája mellett végképpen meggyőzött arról, hogy karriert kell csinálnom.
Anyám, az álmok nem hazudnak, mondta a költő, és ő a nagy vátesz, csak tudta. Nem, tökéltem el magamat. A világot jelentő deszkák helyett sohasem nyugodhatok bele a gyúró deszkába. Családunk sorsa felfelé ível, hiszen nagyapám még csak viceházmester volt, és atyám már házmester, mégpedig egy három emeletes modern házban, ahol a házmester nem is dolgozik, hanem csak kvázi szellemi irányító. Ha én egy egyszerű vésnök hitvese leszek, a felívelés megakad. Soha. Én világhírú nő leszek, s azt akarom, hogy egyszer majd táblát tegyenek a házunkra aranybetűkkel. Ebben a házban született 1924-ben Hircsák Mici, a nemzet pacsirtája, a világhírű színésznő, mindnyájunk példaképe és féltett büszkesége, a hálás utókor. Ezt akarom, és így lesz. És ezt mindjárt meg is mondom Tibornak. Nos, az es csak hamar tragikus méreteket öltött. Anyám ugyanis mindjárt a keppel kezdte. Nézze, Tibor, mit kapott Micike ma délután? Mondta, és az asztalra terítette a hermelint. Úgy hatott egyszerű asztalunkon a gyönyörű prém, mint valami elátkozott király kisasszony. Tibor elsápadt. Mici kapta? Kitől? Kérdezte féltékenyen. Éppen ez az. Fogalmunk sincs róla. Egy küldönc hozta délután. A kísérőlevélben csak ez állt. Szív küldi szívnek szívesen. Tibor most meg piros lett, és hozzám fordult. Igaz ez, Micike? Magának udvarol valaki? Anyám megelőzött. De csak addig, ameddig maga akarja, kedves Tibor. És ebben a pillanatban a helyzet magaslatára emelkedtem. Anyám! Én tudom, hogy kiküldte a hermelint. Nem tudok hazudni nektek. Megmondom őszintén, doktor Jenőfi Gyula küldte, aki halálosan szerelmes belém. Lett erre megdöbbenés. Atyám hangtalanul merett rám. Anyám elvörösödött és rám kiáltott. Mici! Mit beszélsz? Az igazat mondtam. Nem igaz, hogy a grófnétól kaptam. Nem igaz, hogy titkos imádom küldte ide. Doktor Jenőfi küldte be az üzletbe, aki halálosan szeret engem, és feltett szándéka, hogy nőül vesz. Tibor, aki eddig tanácstalanul nézegedett mindenfelé, most feljaldult. De hát, Micike, hiszen tudja, hogy én előbb... Most már mindegy. Tudjátok meg valamennyien, hogy az én szívem nem egy pénztár, ahol sorbálnak, s az kapja jobb helyet, aki előbb áll oda. Tudjátok meg, hogy én becsülöm Tibort, mert jó fiú, de nem vagyok szerelmes belé. Én doktor Jenőfit szeretem. Nem fogod be a szád? Kiáltott rám atyám. Mindig ilyen nyers. Nem, nyelveltem vissza. Ezt a kérdést nem lehet atyai hatalommal elintézni. Éppen mert becsülöm Tibort, tartozom neki annyival, hogy őszintén beszélek vele és bevallom, hogy nem lehetek a felesége, ha egyszer én doktor Jenőfit szeretem. Talán királylány vagyok én, hogy úgy kell férjhez mennem, ahogyan ti akarjátok. Ostoba kölyök vagy, nem királylány, mondta az anyám. Majd én ellátom a baját, ígérte atyám. És akkor észrevettük, hogy Tibor sír. Hát ez aztán egészen kiábrándító volt, igen. Tibornak lefelé görbült a szája, és könnyek potyogtak a szeméből. Egy vésnök, aki sír. Hallottak már ilyet? Ha nem igyekszik visszatartani a könnyeit, hanem amúgy egyszerűen az asztalra bolul, és kibő ki magát. Talán még rokonzenvesnek találom, elvégre miattam bőg. De mert férfiasan sírt, egészen elment a kedvem tőle. Ez Tibor! Nincs benne annyi természetesség, hogy szabad utat engedjen könnyeinek, de annyi erő sincs benne, hogy talpig férfi módjára visszatartsa őket. Őszintén sajnálom őt, de elvégre a magam sorsa a legfontosabb. Nem lehetek annyira megalkuló, hogy kiegyezzem egy Tiborban, amikor karrier vár rám. Tibor úgy látszik, hirtelen elszégyelte magát, mert felugrott a helyéről, és így szólt. Hát jó, ha maga Micike visszautasítja az én szerető szívemet, én nem forszírozom a dolgot. Isten áldja önt, Micike. Jó estét!
Így szólt, és azzal elrohant. Magamra maradtam a túlerővel. Azonnal fedezékbe kellett vonulnom. Bőgni kezdtem. Erre atyám, aki szinte már emelte a kezét, tétovázni kezdett. Rám rivalt. Még te bőgsz, te nyavajás! Micsoda doktor udvarol neked? Nem udvarol nekem semmiféle doktor, szipogtam. Hát akkor mit beszélsz itt össze-vissza? Kérdezte anyám. Most már igazán tudni szeretném, honnan szerezted ezt a vacakot. Egy szalvétával megtöröltem a szemem, és mindent elmondtam őszintén. Nem tudok hazudni nektek. Doktor Jenőfi nem is él. Csak azért mondtam, hogy megszabaduljak Tibortól. Mert nem akarok a felesége lenni, nem akarok szegény maradni egész életemben. Inkább meghalok. Az sem igaz, hogy a grófnétól kaptam a keppet. Igaz, hogy a grófné elvesztette valahol a fülbevalóját. Az is igaz, hogy zárás után kerestem, de nem találtam meg. A keppet részre trevettem. A Mancitól. Ki az a Manci? A kolléganom az üzletben. És tőle vetted? Igen. Mennyiért? 300 pengőért. Heti 5 pengő részletre. Tudnélik, a Manci a vőlegényétől kapott egy újat, és ezt a régit el akarta adni. És én megmondtam, hogy megveszem, ha ideadja heti 5 pengő részletre. És ő azt mondta, hogy ő ideadja, mert jó jön neki az az 5 pengő hetenként. És én megvettem, mert azt akarom, hogy legyen egy-két rendes darabom. És mert csak jövő hónap elsején kell kezdenem a fizetést. Hát, szabad nekünk hazudnod, Mici? Kérdezte anyám szomorúan. Hát ezt érdemeljük mi tőled. Erre megint sírva fakadtam. Anyám ezen vérszemet kapott, és folytatta. Költséget és fáradtságot nem kímélne, felnevelünk téged, és akkor nem vagy őszinte hozzánk. A szájunktól vonjuk el a falatot, csak hogy neked meglegyen mindened. Bocsássatok meg, hiszen láthatjátok, hogy nem tudok hazudni. Hiszen összantabból mondtam el mindent, úgy, ahogy volt. Rendben van, de ha még egyszer hazudsz nekünk, hát leütöm a derekadat. Ebbe boldogan kiegyeztem. Nem is reméltem, hogy megúszom pofonok nélkül, és íme, szent a béke, és Tibor is ki van küszöbölve. Mégiscsak ügyes lány vagyok. Jó szüleim csak hamar nyugovóra tértek. Én is megágyaztam magamnak a rekamién, és lefeküdtem. Talán egy fél órája feküdhettem nyitott szemmel a sötétben, amikor arra figyeltem fel, hogy a szüleim a másik szobában rólam beszélnek. Nem csoda, hogy fél megmondani az igazat. Olyan szigorú vagy hozzá, hogy az abszurdum. Mi lenne vele, ha nem tartanám rövid pórázon? Tudod jól, hogy jó gyerek. Más lány nem ruhadarabokat vásárol a pénzért, hanem 5 órai teákra költi. És hogy nem szereti Tibort? És te nem olyan fiatal még. 3 nap múlva kibékülnek, és megy minden a maga útján tovább. Nem szabad elvadítani egy ilyen fiatal lányt. Hogy én kibékülök Tiborral? Soha! De különben is nem haragszom én Tiborra, csak utálom. Nem is tudnék szeretni egy vésnököt. Mi se a gondolat? Vésnök. És amúgy nem fontos az egész Tibor ügy, mert rövidesen nagyszerűen férhez fogok menni. Holnap zárás után sétálok a korzón. Biztos, hogy olyan sikerem lesz, amilyet megálmodtam ma este a kályha mellett. Az olyan ragyogó fiatal nők, mint én vagyok, fényes partikat csinálnak, ha egy kicsit ügyesek. Nem vagyok bolond, hogy élve eltemetkezzem Tibor mellé. Ez az elhatározás olyan kellemes érzéssel töltött el, hogy perceken belül elaludtam. Minden úgy kezdődött, de valamivel szebb idő volt, mint előző esti álmomban. Az ilyen késő őszi verőfény jókedvre hangolja a nagy közönséget, derűssé teszi az arcokat, és kedvez a hirtelen fellobbanó szerelemnek.
A belváros is sokkal népesebb ilyenkor, mint egyébként, nem is beszélve a Dunakorzóról, ahol este 6 óratájban valósággal nyizsog a főváros nívósabb ifjúsága. Még zárás előtt 5:45-kor azt mondtam Müllernének: Jaj, Istenem, nagyságos asszony, egy receptet kell megcsináltatnom jó apámnak. Szegény folyton folyvást köhög. Tessék megengedni, hogy kiszaladjak néhány percre. Jó atya egészsége az első, felelte Müllerné. Átszaladtam a fodrászhoz, és felcsavartottam a hajam 40-ért. Így még 1/60-a maradt abból a 2 pengőből, amit anyámtól kértem délben azzal, hogy egy kolléganőmnek gyűjtünk, aki férjhez megy. Éppen 6 órára tértem vissza az üzletbe. Letettem fehér köpenyemet, és a mosdóban rendbe hoztam magam. Persze a keppet ott még nem vettem fel. Azt egy papírzacskóban hoztam magammal, csak a kapu alatt borítottam magamra, mielőtt frissen és ruganyosan kiléptem volna a zajló utcára. Azonnal megálltam egy kirakat üveg előtt, hogy megszemléljem az özvegyomást, amelyet keltek. El voltam ragadtatva. Szinte ámultam a csodálkozástól, hogy oly egyszerű szülőknek, mint az én szüleim, ilyen hatásos leánygyermekük van. Csak az nem szeret belém, aki nem akar, gondoltam magamban, és szép laskacskán megindultam a Váci utcán. Milyen felemelő érzés a szépség tudata! A vagyonon kívül semmi más nem teszi az embert olyan magabiztossá és öntudatossá, mint a szépség. Ha a tükörbe nézek, azonnal átlátom a teremtés bölcsességét. Szerintem ugyanis ez abban áll, hogy ezen a földön mindenkiről gondoskodás történt. Az emberek vagy szépek, vagy gazdagok, vagy jók, vagy erősek, vagy okosak. Mindenkinek van egy olyan tulajdonsága, amelyben örömet telik, s amely feletteti vele az összes többi hiányzót. Nekem például egyebebb sincs, mint a szépségem, mert hiszen egyébként szegény vagyok, és igen egyszerű észjárású. De mégsem irigylem a gazdag lányokat, csak akkor, ha szépek. Azonban ők nem szépek, mert a szegénység szépít a legjobban. Ez így van. Aki szegényen is szép, annak az arcán tündököl a szépség, a szépnek született. A gazdag szépek pénzzel segítik elő a szépséget, s ez tisztességtelen verseny, mert nem is az igazi. A szegény szépség vonzóbb és nemesebb, ezért érthető, hogy oly sok filmet láttam már, amelyben a milliómos férfiú kizárólag szegény lányba szeret bele. Nem természetes, hogy velem is ez fog történni? Az persze nem lepett meg, hogy a szembe jövő férfiak arcán láttam a tetszés jeleit. Már messziről néztek, és nem vették le a szemüket rólam, míg el nem haladtak mellettem. Én nem vettem ezt észre, és elnéztem mellettük. Ha ugyanis azt akarja egy leány, hogy halálosan beleszeressenek, nem szabad visszanézni. A büszke hideg nők után gebednek a meg a férfiak. Csak sajnálni lehet őket, amiért ennyire ostobák. Nos, talán még 1/4 órája sem mentem, amikor megéreztem, hogy valaki követ. Onnan éreztem meg, hogy egy kicsit hátrasandítottam, és láttam. Megdobbant a szívem. Egy hősi férfiú volt. Tulajdonképpen nem is volt az a bizonyos szép fiú, de én azt nem is szeretem. Hatalmas szál férfiú volt, erős és férfias. Szürke kalapot viselt, és ernyőt tartott a karján. Nem volt időm, hogy arcát szemügyre vegyem, de az volt az érzésem, hogy úgy 40 év körül lehet. Milyen szép kor! Erejének és komolyságának teljében van ilyenkor a férfi. Azon gondolkoztam, hozzámennék-e, ha megkérni a kezem. Azt feleltem magamnak, ha megfelelő formát találna a bemutatkozásra, igen. Ha például csak amúgy aszfaltbetyár módjára megszólít, már veszett ügye van, rá se nézek. Ha pedig tovább szemtelenkedik, rendőrt hívok. Ám ha szorgos utánajárással kinyomozza címemet és levelet ír atyámnak, amelyben illő bemutatkozásért esedez, hangsúlyozza, hogy szándékai komolyak, akkor viszonzom érzelmeit. Vagy ha egy közös ismerős talál, az is jó. Ezen elmélkedtem, miközben figyeltem, hogy jön-e még. Bizony követett. Halálbiztosan megérzi az ilyet az ember, nem is kell hátranézni. Úgynevezett tisztes távolból követett, hogy fel ne tűnjön ez nekem. Ez tűnt fel leginkább. Más, tejfeles szájú ifjú gyakran oly közelről követi az embert, hogy az sarkára lép. Ez már tolakodás. Komoly úr ilyesmit nem tesz.
Amikor bizonyos lehettem benne, hogy belém szeretett, játszani kezdtem vele, mint macska az egérrel. Kipróbáltam szerelmét és hűségét. Cikcakban haladtam össze-vissza. Nem tágított mellőlem, mi megható. Valamelyik keskeny mellékutcán siettem végig, amikor hirtelen úgy megrémültem, hogy megfagyott ereimben a vér. Titkos imádóm néhány hosszú lépéssel mellettem termett és megszólított. Ezt nem vártam tőle. Azt mondta... Megengedi kisasszony, hogy csatlakozzam önhöz. Nem feleltem semmit. Mindenki tudja, hogy a tollakodók ellen ez az egyetlen orvosság, nem észrevenni őket. Fájt, hogy csalódnom kellett ebben a férfiúban, hogy ő sem más, mint a többi. De nem tehettem kivételt. Úgy tettem, mintha nem is hallottam volna, amit mond. Azonban újra megszólalt. Engedje meg, hogy elkísérjem, szép kisasszony. Na hát, ez már mégiscsak felháborító, gondoltam, hiszen ez közönséges aszfalt, gengszter. Hát már nincsenek komoly férfiak. Még nem akartam rendre utasítani, mert nem szeretem az utcai botrányokat. Ezért hallgattam, s úgy tettem, mint a kisüket. De megfogadtam magamban, hogyha még egyszer molesztál, hát móresre tanítom. Alig, hogy ezt megfogalmaztam magamban, újra megszólalt. Ne legyen olyan szigorú, kicsike! És megfogta a karomat. Csak nagy nehezen tudtam magam visszatartani attól, hogy kinek kaparjam a szemét. Micsoda züllött kor, amelyben csak úgy megfogják az úrilányok karját. Most már nem állhattam meg, hogy rendre ne utasítsam. Odafordultam felé, és halkan, de nagyon erélyesen rászóltam. Takarodjék innen, mert rendőrt hívok! De nem takarodott, hanem gúnyosan mosolygott, és így szólt. Ne hívjon rendőrt! Magam is az vagyok. Azzal félrehúzta a felöltőjét, és valami jelvényt mutatott a kabátján. Nem tudtam volna, hogy kicsoda, de mindjárt meg is mondta. Államrendőrségi detektív vagyok. Tessék velem jönni. Arra világosan emlékszem, hogy abban a szempillantásban ez a szó jutott eszembe. A Hermelin! De aztán, anélkül, hogy szabályosan elájultam volna, elvesztettem világos öntudatomat, és nem is tudom elmondani, hogy mi történt addig, amíg nem intett egy arra haladó taxinak, és be nem tuszkolt. Az bizonyos, hogy mindjárt abban a pillanatban, amint leleplezte magát, én bőgni kezdtem. Rettenetesen kétségbe voltam esve, s ha nem járdán állok, hanem valahol a harmadik emeleten, bizonyára leugram a Szédi tömésségbe. Alig, hanem sikoltozni is kezdtem, most, ha visszagondolok rá, úgy rémlik, hogy talán össze akartam esni, minden esetre tény, hogy bevitt a legközelebbi kapu alá, s onnan leste az arra haladó első taxit. Én nem kérdeztem, hogy mit akar tőlem, mert tudtam, hogy mi a kifogása ellenem. Teljes kétségbeesésemen felül még az fájt a legjobban, hogy szüleimre kellett gondolnom, akiket így meggondolatlanul vigasztalan szomorúságba döntöttem. Az alatt a néhány másodperc alatt, amelyet a kapu alatt kellett eltöltenem nekem, aki a korzót akartam meghódítani. Mondom, az alatt a néhány másodperc alatt végigfutott szemem előtt egész elmúlt életem, s egész jövőm. Tömlöcbe fognak vetni, ez nem is volt kétséges előttem, s rovott múltú nő leszek. Így végződik egy karrier. Ömlöttek a könnyeim, és szerettem volna, ha összeomlana a ház, és maga alá temetni a detektívet velem együtt. Átkoztam balgaságomat, amellyel azt hittem, hogy Miklós, akitől a prémet kaptam, úriember. Íme milyen sivár, kétségbejtő helyzetbe hozott. Amikor végre előkerült egy taxi, és beültünk, valamelyest magamhoz tértem. Beláttam, hogy bőgéssel semmire sem megyek. Azon kezdtem gondolkodni, hogy mit mondok majd, ha kihallgatnak. Csodálatosképpen arra az elhatározásra jutottam, hogy megmondom az igazat. A rendőrséggel nem jó viccelni. Útitársam egy szó sem szólt hozzám egész úton. Igaz, hogy 2 perc alatt ott voltunk a főkapitányságon. A detektív felkísért az emeletre, és betessékelt az egyik szobába, ahol egy férfi ült egyenruhában. Minden jel szerint rám várt, mert frissen volt borotválva. Intett, hogy álljak csak oda az íróasztala elé. Nem akartam ellenkezni. Mi a neve? Hírcsák Mici vagyok. Lakik? Budapest, 9. kerület, Orosz utca 123. Van valami igazolása? Kinyitottam a táskámat, és kutatgatni kezdtem benne. Találtam néhány villamosjegyet, némi maradék rúst, tükröt, fésűt, zsebkendőt, kisnaptárt. De semmi igazolásom nem volt. Nincsenek okmányaim. Mondtam.
Erre a kapitány az volt. Becsöngetett egy közrendőrt, valamit felírt egy cédulára, átadta. A közrendőr szalutált és elsietett. A kapitány odafordult a detektívhez, aki ott ült a háta mögött egy fotelben és cigarettázott. A tegnap esti szállodai lopás, ugye? Igen, mondta a detektív. A kapitány erre hozzám fordult, és mintha némi jóság csengett volna hangjában. Most mondja el, fiam, hogyan került magához az a Hermelin belépő? Olyan jó indulattal nézett rám, hogy egy pillanatig arra gondoltam, hazudok neki valamit, valami hihetőt, és mindjárt szabadon ereszt. De nem mertem. Ezt a keppet, feleltem, és tiszta lelkiismerettel néztem a szemébe, kaptam. Ajándékba kaptam. Szép. Kitől kapta? Nem tudom. Nem ismeri? Nem. Erre hirtelen nagyon szigorúan nézett rám, és egy kicsit előredőlt. Úgy. És ha én azt állítom, hogy maga ezt a keppet lopta? Szentséges úristen, hogy én loptam? Hát erre már nem állhattam meg, hogy ne bőgjek. Hát úgy nézek én ki, mint aki lop. De hogy loptam, kérem? Mit tetszik gondolni rólam, mi vagyok én? Az én szüleim tisztességes emberek, dolgozó polgárok, és én is dolgozó nő vagyok, hogy én lopok. Ne zokogjon itt. Mondja el inkább, hogy hol kapta, kitől kapta, miért kapta. Sírással semmit sem érhet el, ezt tudnia kell. Elmondtam az esetemet Miklóssal a Medina haljában, úgy, ahogy történt, részletesen. Milyen jó érzés néha igazat beszélni. A kapitány figyelemmel hallgatta, aztán azt kérdezte. És miért szökött meg attól az embertől? Mert különben hazáig kísért volna, és látta volna, hogy nem vagyok baronesz. Milyen ember volt az a Miklós? Le tudná írni? Hogyne. Magas, szélesvállú, szőke, mosolygós. Hősi férfiú volt. A kapitány odafordult a detektívhez. Úgy látszik a Sprerkó Lajos. Igen. Bólintott a detektív, azzal felkelt a helyéről. Az ajtóból visszafordult. Megnézem a Cremonában. Ott szokott biliárdozni. A kapitány azt kérdezte tőlem. Megismerné azt a Miklóst, ha látná? Hát persze. Kinyitotta a szekrényét, és elővette egy albumot belőle. Oda nyújtotta felém, és így szólt. Keresse meg ebben. Leültem, és lapozgatni kezdtem. Szent ég, mennyi hősi férfiú! Milyen sok szép fiatal ember! Némelyik komolyan nézett maga elé, a másik mosolygott. Volt egy-két idősebb arc is. Az album vége felé jártam, amikor felkiáltottam. Itt van! Ez az! Csak ugyanott mosolygott a képen Miklós. Milyen szomorú, hogy itt kell viszont látnom. Képe alatt néhány szám és adat. A kapitány oda nézett a képre. Tudtam, hogy a Sperkó Lajos. A maga lovagja, fiam. Egy közismert szállodai tolvaj. Miért nem óvatosabb? Kérem, nem úgy nézett ki. Egészen úriember külseje van. És azt nem találta furcsának, hogy ez az úriember Hermelin kreppet hord magánál? De igen. De hát, ha egyszer nekem adta, nem volt szívem visszautasítani. Olyan szép. Hány éves maga, fiam? 17 leszek novemberben. Szerencséje. Most nagyon mozgalmas percek következtek. Nyílt az ajtó, és belépett rajta Miklós nyomában a detektívvel. Én elfordultam, mert rettentően szégyeltem magam, de annyit láttam, hogy egészen rossz kedvű volt, és nem mosolygott, mint tegnap. Na mi az, Lajos? Kérdezte a kapitány. Megint lebuktunk. Átejtett a fruska. Mondta szárazon. Megérdemelted. Miért rendtesz bele mást is az ügyeidbe, mi? Miért? Egy keppet mégsem vághat zsebre az ember. A nő éppen jött ki. Elemeltem a prémet, mert mindenki láthatta, hogy nővel vagyok. Nem hittem volna, hogy meglóg vele ez az ártatlanság. Nagyon mérges volt szegény. A kapitány azt kérdezte tőlem. Forduljon meg, kisasszony. Ez az ember volt az? Egy pillanatra megnéztem Miklóst. Láttam, hogy neki is kínos a dolog. Ő volt. Feleltem, és újra az ablak felé fordultam. Akkor sem néztem hátra, amikor hallottam, hogy Miklóst elvezetik.
Jegyezze meg magának, fiam, mondta a kapitány jóságos hangján, hogy minden disznóság kiderül egyszer, és máskor legyen okosabb. Igenis. A közrendőr jött be a szobába, szalutált. Alázatosan jelentem, Hirtsák Mici, aki Korosz utca 123, a házmesternél érdeklődött. Igenis jelentem alássan. 3 perc múlva szabadlábon voltam. Rohantam haza, jól sejtettem. Atyám ezzel a kérdéssel fogadott. Mi dolgod neked a rendőrséggel? Nekem? Miért kérded ezt, jó atyám? Egy rendőr járt itt, és azt kérdezte, itt lakol-e. Ja, persze. Müllerné mondta is, hogy benyújtott egy személyazonossági igazoló lapkérvényt a számomra a rendőrségnél, mert ezentúl én fogom átvenni az ajánlott küldeményeket és a pénzes leveleket, ez pedig jelenleg csak is postai meghatalmazás útján, vagyis államrendőrségi igazoláson keresztül lehet elérni. Szóval érted, egy ilyen igazolás... Atyám értette. Atyámnak más kérdezni valója volt. Hol van a Hermelined? Ja, hát kérlek, visszament az üzlet. Azzal a Mancival nem is lehet komoly megállapodást kötni. Tegnap megegyeztünk abban, hogy minden szerdán adom át az 5 pengőt. Ma már kérte, holott még csak szombat van. Erre megmondtam neki, hogy akkor vissza az egész, különben is nem is divat már a Hermelin. Meg oly könnyen piszkolódik, hogy az rémes. Inkább veszek magamnak vagy valami mást alkalmattán, nem igaz? Vacsora után hirtelen elvonult előttem a délután története, és síró görcsöt kaptam. Rettenetesen fájt a szörnyű csalódás, amely 2 nap egymás után ért. 2 hősi férfiú került az utamba. Az egyik a tolvaj volt, a másik a detektív. Te jó Isten, miért sírt Micike? Kérdezte aggódva anyám, azonnal lefektetett a kerevetre, mert azt hitte, hogy rosszul érzem magam. Nem tudtam, mit mondjak. Kalandomat a rendőrséggel mégsem akartam elmesélni. Azt meg nem mondhattam, hogy beteg vagyok, mert ilyenkor lehívják a 3. emeletről a doktor Körnert, aki evőkanalat rak a nyelvemre, és olyan keserű folyadékot ír, hogy bele lehet halni. Nem is beszélve arról, hogy holnap akkor ágyban kell maradnom, márpedig én meg akarom nézni a Vénusz moziban a Garbo filmet. Mi bajod van hát, beszélj! Mondta anyám, mert látta, hogy csorognak a könnyeim. Tibort sajnálom, mondtam, hogy olyan rossz voltam hozzá. Pedig úgy szeret, úgy fáj a szívem, hogy olyan kegyetlen tudtam lenni hozzá tegnap este. Atyám és anyám összenézett. Azt mondta a tekintetük, milyen aranyos kölyök ez a Micike. És mi alatt ők összenéztek, én valóban rájöttem, hogy sajnálom Tibort. Sőt, úgy éreztem, hogy valósággal Tibor a hősi férfiú. Mert nem tolvaj, és nem detektív, mert egyszerű, de becsületes vésnök csupán, de szeretés szíve van. Most valahogyan más színben láttam őt, mint tegnap. Tibor nem haragszik rád, Micike. Azt mondta, hogy ő bízik benned. Majd csak észre térsz, és belátod, hogy ő az igazi. Lehet, mondtam, és felkeltem, hogy rendbe hozzam magam. Nagyon ronda vagyok, ha bőgök. Miközben mosakodtam és fésülködtem, elhatároztam, hogy többé nem török nagyra. Nem siettetem a karriert, mert az vagy eljön magától, vagy sem. És beérem Tiborral a vésnökkel, aki egyszerű, de tisztességes, s akit még mindig elhagyhatok, ha a sors majd erre kényszerít. És nem sokára beállított Tibor egy csokor virággal. Hát nem kedves tőle. Olyan bűntudatos arccal jött be, mintha neki lett volna bűne, nem nekem. Én átvettem tőle a virágot, és azt mondtam. Köszönöm, Tibor. Olyan hűséges szemmel nézett rám erre, mint egy kutya. És amikor kiültünk a kapu elő 2 székre, nagyon szép este volt, azt kérdezte tőlem. Ki az a doktor Jenőfi Micike? És én erre azt feleltem. Jenőfi doktorról már ne beszéljünk, mert kiadtam az útját. És a Hermelind is visszaadta neki? Természetesen. Miért? Mert rájöttem, hogy magát jobban szeretem. Erre majdnem sírni kezdett, és elárulta, hogy már nézett is a szűcsnél egy rókát nekem, alkudazik rá, és feltétlenül meg fogja venni, mert most már amúgy is jön az ő szezonjuk, és sok külön órája lesz. A szemébe néztem, és azonnal láttam. Igen,
Tibor el van számba arra, hogy kitart mellettem, hogy nőül vesz, és dolgozik értem. Tibor egy hősi férfiú. Roppant szimpla a lényem, nincsen semmi igényem, a pénz nagy dolog, de nem gondolok rá. S bár nincs pénzem a bankban, részem van sok kalandban, kérem egy a fő a nő, hogyha jő, így szólok hozzá. A bankban nincsen betétem, de mégse látok setétem, hiszen az élet szívem, te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betétem, de mégse látok setétem, hiszen az élet szívem, te véled nagyon szép.